A Juventus énekkar utcai koncertje tette varázslatossá a karácsonyi éjjeli vásárt Temerinben. Méz, ünnepi díszek és forralt bor várta azokat is, akik a színházterembe igyekeztek. Itt tartották meg ugyanis a Szirmai Károly Magyar Művelődési Egyesület hagyományos karácsonyi műsorát. A karácsonykor éjféltájban elnevezésű műsoron az Egyesület népművészeti szakcsoportjai mutatkoztak be. Az Egyesületben 5 tánccsoport is működik, azaz szinte minden második iskolás gyerek táncol Temerinben. Én már 3 éve táncolok, és azért szeretek táncolni, mert itt nagyon jó lépéseket tanulunk. A tömeges gyerekcsoportok mellett számos ifjúsági és felnőtt csoport is működik az Egyesületben. Nekem ez az egész néphagyomány már az életem egy nagy része, és nekem nagyon fontos, hogy ezeket a hagyományokat őrizzük, és továbbadjuk a másik gyerekeknek, akik nem ismerik még ezeket. Színpad, meg az egész próbán folyó hangulat, ami egy olyan élmény, amit szerintem mindenki nagyon élvez, és ilyenkorban persze már élvezet miatt jár az ember táncra. A táncosok mellett színre léptek az Egyesület citerásai és furulyásai is, de bemutatkoztak az énekesek és a vonós zenekarok is. Idén Temerinben sikerült újjáéleszteni a tamborázás hagyományát is. Egyszerűen annyi ember van, aki szeretne valamit csinálni, és meg is csinálja, és hajtja, és teszi a dolgát, hogy ezt, amikor fel kell sorolni az évi elnökség gyűlés, hogy mi történt abban az évben, az van, hogy egy másfél órás beszámoló, amikor így percenként csak egyet mondanak el. Az aktív tagságnak és a magyarországi támogatásoknak köszönhetően az Egyesület fennállásának egyik legsikeresebb évét zárta az idei karácsonyi műsorral, amelyen vendégül látták az újvidéki táncegyütteseket és a szabadkai juhászzenekart is.